A 19. század híres francia papjában, Vianney Szent Jánosban, az Arci Plébánosban gyakran működött a Szentléleknek az az adománya, amelyet az első korintusi levél 12. fejezetének 8. verse úgy nevez Logos Gnoseos, az ismeret szava. Olvasott a lelkekben számos egyéb természet fölötti jelenség is föllépett körülötte, Charles Monluzan százados sokat hallott ezekről. Néhány tisztársával kíváncsiságból fölkereste Jean-Marie Vianneit. Plébános úr kérdezte tőle, ugye ezek a történetek nem valósak? Ugye ez mind csak képzelődés? A különös pap hosszan szemébe nézett a fiatal katonatisztnek. Kedves barátom, szólalt meg végül, úgy tűnik, mégiscsak tud valamit a dologról. Különben nem tudott volna megszabadulni attól. Többet nem mondott. Monizan zavarba jött, egy árva szót se szólt többé, társai nem értették, mi történt. Foggatásukra később elbeszéltem mi volt az, amire az Arci célzott. Fogalmam sincs, honnan tud róla ez a pap, mesélte Monlőza. De tény, hogy párizsi diákkoromban beléptem egy emberbaráti társulatba, amely valójában fedőnéven működő, spiritista egyesület volt. Miután oda kezdtem járni, egyik napon, ahogy hazamentem, az az érzésem támadt, hogy nem vagyok egyedül a szobában. Mintha egy láthatatlan lény ott volna és lesne rám. Nyugtalan lettem. Benyitottam a mellékhelyiségekbe. Kitártam a szekrényajtót. Benéztem az ágy alá. Sehol semmi. Mégis gyötört az a különös érzés. Egyre folytogatóbbá vált. És egyszer csak azt éreztem, hogy valósággal folytogat. Egy láthatatlan kéz szorítani kezdte a torkomat. Akkor még hívő voltam. Szentelt vizet hoztam a templomból, és azzal behintettem a szoba minden zugát. Ettől kezdve az ismeretlen jelenlét érzése tökéletesen megszűnt. Többet benemtettem a lábamat a spiritista társaságba. Nyilvánvaló, hogy az Arsi pap célzása erre az esetre vonatkozott. Nagy hallgatás követte a százados elbeszélését. Aztán, mintha valami illetlen dolgot mondott volna, Monlőzan tisztársai másra terelték a szót. Az az idő, a 19. század, a racionalizmus virágkora volt. Amikor sokaknak kényelmetlen lett volna szembenézni a szellemi világ valóságával. Mi azonban most éppen ezzel kívánunk szembesülni. Előző előadásomban tudatosan nyitva hagytam a kérdést, hogy a mágia valósággal működhet-e. Láttuk azt, hogy a mágikus megközelítés hamis numinózum felé fordul. Azaz, hibásan felfogott vallási értékelőt nyílik meg. Következik-e ebből, hogy nem nyílik meg semmiféle valóság előtt? A racionalizmus szerint igen, következik. A racionalizmus szerint irracionális megközelítésnek semmi reális eredménye nem lehet. Legyen szabad azonban rámutatni, hogy a ráció, emberi egzisztenciánk egyik leglényegesebb dimenziója. Ezért, ha vétünk ellene, igen kínos realitásokba botolhatunk. Ha valaki végképp felmond a rációnak, elmegy hogy intézetbe kerül. Most a rációnak való részleges felmondás, az ne járna valós következményekkel? A racionalista bizonyos dolgokat nem lát, megcsonkítja, és pedig végzetesen megcsonkítja az emberi egzisztenciát, amikor tagadja, hogy az igenis belenyúlik olyan dimenziókba is, amelyek értelemmel teljesen át nem fogható. Ha föladjuk a ráció kontrollját, ahogy az okkult manipulációkban történik, föladják a ráció kontrollját, Vajon semmiféle balesettel nem kell számolnunk ezekben a dimenziókban? Monlisan kapitány esetére a racionalista nem tud igazi magyarázatot adni, csak valami ügyetlen magyarázatot. Pedig a mágia hasonló ártalmai nem is olyan ritkák. Néhány éve hallottam valakiről, aki hasonló folytogatást észlelt miután agykontrollal foglalkozott. Szilveszter az amerikai spiritista médium pedig, akivel Agnes Sanford episzkopális írónő találkozott, úgy érzékelte a körülötte nyüzsgő, nyugtalanító szellemi lényeket, mint a férgeket. Állandóan nyaggatnak, panaszkodott. Tudja, mondom nekik, hogy menjenek el, de nem mennek. Tű, látom őket fölfele mászni a vizes poharamon. A szerencsétlen fiatal írja Mrs. Sanford, arról is panaszkodott, hogy minden szeánsz után iszonyú fejfájása van, és leheletébe elviselhetetlen bűz keveredik. Maga Agnes Sanford csak egyetlen szeánszán vett részt Szilveszternek, de ez sem maradt következmények nélkül. Másnap annyira kimerültnek, lehangoltnak, kimángoroltnak érezte magát, hogy alig tudott mozdulni, mintha elfogyott volna belőle az élet. Mély depresszió telepedett rá, és ráadásul a leheletében érezni kezdte azt a bűzt, amelyről Szilveszter beszélt kínnal imádkozta ki magát ebből az állapotból, megígérve Istennek, hogy többet közelébe sem egy spiritista ülésnek. Több barátja, mint írja, szűknek nevezte emiatt felfogását. Az is, mondja ez a hívő protestáns hölgy, szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz. Máté 7. fejezet 14. vers nem vagyunk racionalisták, mi hitből élünk, nem bocsáthatjuk el a mágiát egy kézlegyintéssel, mondván, hogy tudatlan emberek ártalmatlan hobbiával állunk szembe. Amikor saját plébániámon is babonás lánclevelek jelentek meg a templomban, keményen szót emeltem a mágia bűne ellen. Egy idős diakónus testvérem ezután széles mosolya mondta nekem: Hát ezek egyszerű emberek, nem kell olyan komolyan venni tévedésüket. Meggyőződésem szerint nem fogta a dolog lényegét. Az természetes, hogy az erkölcsi felelősség csökken vagy meg is szűnhet a jóhiszemű tudatlanság hatására. Nekem azonban kötelességem volt ezt a tudatlanságot felszámolni. Mert a jóhizem jóhiszeműen űzött mágia is veszélyes. Ha valaki véletlenül zuhan egy szakadékba, nincs erkölcsi felelőssége, nem követi el az öngyilkosság bűnét, de attól még halára zúzhatja magát. Nekem, aki tudom, hogy ott a szakadék, az a felelősségem, hogy elhelyezzem a figyelmeztető táblát. Vigyázat, szakadék, veszély. Gilbert Keith Chesterton, a konvertita katolikus író, ebben a kérdésben roppant józanú, roppant egészségesen gondolkodott egyik novellájában, amelynek címe The Red Moon of Meru, Meru vörös holdja. Ebben a novellájában egy kiállítási sátorban a hindu hegyi mester olvas az emberek tenyeréből. Chesterton katolikus paphőse, a rejtélyeket hívő intuícióval fölfedő Father Brown, ezt a megjegyzést teszi rá. Persze, ha ez tiszta csalás, mire a kiállítás rendező lédi közbevág, ó, de a hegyi mester csöppet sem csaló. Ő egyáltalán nem közönséges bűvész vagy jövendőmondó. Nagy megtiszteltetés tőle, hogy egyáltalán leereszkedik jósolni az én vendégeimnek. Saját hazájában ő nagy vallási vezető, proféta és látnok. Jövendő mondása nem közönséges jóslás a prózai jövendőről, nagy spirituális igazságokat mond az embereknek, önmagukról, saját ideájaikról. Éppen ez az feledi, Father Brown. Ez az, amit kifogásolok. Azt akartam az előbb mondani, hogy ha ez tiszta csalás, nem olyan nagyon bánom. Nem lehet sokkal nagyobb csalás, mint a legtöbb dolog az ilyen látványos bazárokban, bizonyos értelemben csak ugratás. De ha ez vallás, ha spirituális igazságokat jelent ki, nos akkor az egész olyan hamis, mint maga a pokol, és én szóba nem állok vele. Ez némileg paradoxon, jegyzi meg az egyik vendég. Nem tudom, mi benne a paradoxon. Feleli eltűnődve a pap. Nekem úgy tetszik, eléggé nyilvánvaló. Azt gondolom, nem sokat ártana, ha valaki német kémnek öltözne, ne feledjük, Angliában vagyunk, tehát nem sokat ártana, ha valaki német kémnek öltözne, és úgy tenne, mintha közölt volna a németekkel mindenféle hazugságot de ha akad egy ember, aki az igazságot szolgáltatja ki a németeknek, nos, tessék. Ugyanígy, ha egy jövendőmondó igazságban utazik, valóban azt gondolja, kezdi a másik. Igen, csattan rá, Braun atya, azt gondolom, hogy az ellenséggel üzletel. Chesterton saját paradoxonokat kedvelő irodalmi stílusába öltöztetve, itt kimondta a döntőszót ellenség, héber eredetű szóval, sátán. A túlélezett paradoxon persze ne tévesszen meg bennünket, minden csalás bűn, minden hazugság árt. A jövendő mondó, akkor is a hazugság atyának a sátánnak szolgál, ha egyszerűen csak csal és hazudik. De ha ismeri rólam az igazságot, amit természetes úton nem ismerhet, akkor szorosabban vagy lazábban, burkoltabban vagy kifejezettebben, de kapcsolatban áll a sötétség fejedelmével. Tőle kap információt. A működő mágia a sátán és a bukottangyalok démonok műve. Értsük meg, jó? Ahhoz, hogy valaki a mágia bűnét elkövesse, nem szükséges, hogy a mágia, amit űz, működjék is. A katekizmus, korábban az előző előadásban már idézett világos tanítása szerint, elegendő, ha, idézem, az emberek úgy tesznek, mintha hatalmuk lenne az okult hatalmak fölött, mint a szolgálatukra tudnák kényszeríteni őket. Idézet bezárva, ez a katolikus egyház katekizmusának 2117. pontjából való. Tehát elegendő, ha az emberek úgy tesznek, mintha. A bűn el van ezzel követve. Akár valóságos a mágia, akár nem. A katekizmus itt nyitva adja a kérdést, hogy lehet-e a mágia valóságos. Elvégre az idézett mondat a katekizmus erkölcstani részében foglal helyet, a cselekedetek erkölcsi minősítése a célja. A mágia bűnébe ezt világosan mondja, az is beleesik, aki csak szimulálja a mágiát. Ami Chesterton Father brown -ja, a meglepő paradoxon kedvéért nem olyan nagyon bán, a katekizmus bánja. Továbbá az is elköveti a mágia bűnét, aki csak szándékolja a varázslatot, anélkül hogy sikerülne neki. A Szent Antal láncok küldői valószínűleg ebbe a kategóriába tartoznak. Többé-kevésbé elhiszik, hogy a lánc működni fog, jól lehet, a valóságban alig, ha működik, én legalábbis, a nyilvánosság előtt szaggattam szét láncleveleket, és a hajam szála se görbült. Bevallom egy pillanatra eszembe jutott, mi lenne, ha most szörnyet hallnék. Az egész falu hinni kezdene a babonában. Ám úgy gondoltam, az már Isten gondja. Hogy az ilyen hamis jeltől megoltalmazzon. Attól nem tartottam, hogy a levelek mágikus ereje végez velem. Túl nyilvánvaló volt az aránytalanság ok és okozat között, ahhoz, hogy ettől komolyan kelljen félni a tudatlan nénikék által jóhiszeműen másolgatott levelekben, akkor a démoni erő mégse lehetett, hogy ott helyben agyon csapjuk. De igenis, létezik működő mágia is. Hallottam olyan esetről, amikor egy iskolás gyerek fekete mágia tankönyvhöz jutott, és egy kellemetlen tanárnőjére, elkezdte alkalmazni a halált idéző varázslatot. A tanárnő nem halt meg éppen, de rosszul lett. Bájos gyerek lehetett büszkesége szüleidek. Létezik működő mágia. Minden mágikus cselekmény, manipulatív szándékú megnyílás, valamilyen numinózum vallási érték előtt. Tehát az emberi szellem oda fordul a numinózumhoz azzal a szándékkal, hogy manipulálja. Ez egy hamisan elképzelt numinózum, mert manipulálhatónak van föltételezve. Isten és a szent angyalok nem manipulálhatók. <kül> Ám létezik hamissá vált, eltorzult numinózum is, a sátán és az ő angyalai személyében. A numinózus dimenzió előtti hibás megnyílás alkalmat adhat a sötét szellemi hatalmaknak, hogy belépjenek életünkbe. Feléjük fordulunk, amikor a numinózumot manipulálni akarjuk. Ez nem attól függ, hogy szándékunk szerint őket szólítjuk-e meg, tehát hogy kifejezetten segítségül hívjuk el a gonosz lelkeket. Nem ettől függ. Éppen elég, ha óvatlanul nyitva hagyjuk szellemünk ajtaját a transzcendencia előtt. Az ördög nem gentleman. Nem csak akkor jön el, hogyha szívesen látjuk, hanem ordító oroszlán amely körüljár keresve kit nyeljen el. Ahogy az első Péter levél 5. fejezetének 8. versében olvassuk. Belopakodik minden nyitott ajtó. Akár hívtuk, akár nem. Bejön az ablakon is. Egyetlen olyan ajtó nyílik a numinózumra, amelyet nyugodtan kitárhatunk, és ez Jézus Krisztus, ki azt mondta, én vagyok a jók számára az ajtó. Jézus Krisztus az egyetlen közvetítő Isten és ember között. Ezen az egyetlen ajtón keresztül nem lép be az életünkbe pervertált numinózum bukottanja, Ezt az egyetlen bejáratot reszketve kerüli. Létezik Működő mágia. Emilian Tardif atyának, amikor egy lelki gyakorlaton a mágia ellen beszélt, egy szerzetes előjáró kijelentette: Én ismerek egy titkos formulát, amelyel a vérzést el lehet állítani. Kérdezték, mi az a formula? De azt mondta: Titkos, nem szabad elárulnia. Dardiv unszolta, mondd el nekünk, mert csak így tudjuk fölfedni, hogy mi áll mögötte, másképp ki tudja, mibe másztál bele. Nagy nehezen rávették, hogy elmondja a szöveget. Ez a francia nyelven egy szójáték, de az eredetit nem ismerem. Magyarul így van a vérzés elállító formula szövege. Júdás, júdás, júdás. Parancsolj megállást ennek a vérzésnek, ahogy Jézust is megfogtad. Judás szólítása nyilvánvalóvá teszi, hogy ez a formula ez nem Istentől való, ez démoni jellegű. És ez a formula barátai működött. Az illető hangsúlyozta, hogy ismételten sikeres volt. Jött valaki egy vérző ő elmondta rá a formulát, és a vérzés azonnal elállt ez az az eset, amikor a sátán is a világosság angyalának teteti magát. A második korintusi levél 11. fejezetének 14. versében olvassuk ezt, és nagyon fontos. A sátán is a világosság angyalának teteti magát. Létezik működő mágia. Koriten Bóm beszéli el a következő esetet. Egy kislány súlyosan megbetegedett. Valakitől kapott egy talizmánt a betegség ellen, amelyet a nyakában kellett viselnie, és semmiképpen sem volt szabad kinyitnia. A talizmán felvétele után a lány meggyógyult. Mikor egy lelkész rájött, hogy a kislány talizmánt visel a nyakában, elkérte, és a hozzáfűzött fenyegetések ellenére, Fölnyitotta. A szelencében összehajtogatott papír volt, ezzel a szöveggel: Parancsolom neked, sátán, hogy tartsd egészségben ezt a testet, amíg a lelket a pokolra viheted. A lelkész elégette a papírt, mire a lány visszaesett betegségébe de később a hívők imájára teljesen kigyógyult. Világos, hogy mi történt? A talizmán olyan személytől származott, aki szövetségben állt a sátánnal, de a sátán teljesítette az ő kívánságait. Ilyesmi nem csak a Faust legendában, vagy a tébolyult boszorkányperek kínzással kicsikart vallomásaiban szerepel, Ma is szólnak róla valóságos beszámolók. Jelen esetben a gonosz jó fiú akart lenni. A testi betegséget meggyógyította, hogy hatalmat nyerhessen a talizmán segítségével a lány fölött, és később érvényesítette volna valódi szándékait. Lehetséges ez? A sátán és a démonok is Művelhetnek csodákat? Szoros értelemben vett csodát, ami ez Isten minden hatósága szükséges nem? A sátán nem mindenható. De létrehozhatják Isten csodáinak démoni utázatát, És ezek az utánzatok lehetnek nagyon hatásosak is. Olvassuk el, Máté evangéliumából a 24. fejezet. 24. versét. Jézus beszél. Hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, nagy jeleket és csodákat művelnek. Hogyha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék. Vagy olvassuk el az Antikrisztus apokaliptikus vízióját. A Jelenések könyvének 13. fejezetében, a 13. versben, ahol ez áll, nagy jeleket művet, és még azt is megtette, hogy tűz szálljon le az égből az emberek szeme láttára. Azán barátaim, valóságos szellemi erőkkel állunk szembe. Az Efezusi Levél 6. fejezetének 10 a 12. versig terjedő szakaszában ezt olvassuk, nem a vér és a test, az ember, vér és a test, hebraizmus, az embert jelenti, nem a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának kormányzói ellen, a gonoszságnak az ég magasságaiban lévő szellemei ellen. Mindenre szeretik azt mondani, hogy az ördöggel való riogatás. És hogy félelmet ébreszt. Nos, hát minden bizonyal kényelmesebb egy olyan teológia árnyékában meghúzódni, amely szerint a sátán és a démonok külön személyekként nem is léteznek. Tulajdonképpen nem mások, mint az ember és a történelem negatív tendenciáinak megszemélyesítései. Csak hogy ez a teológia hamis. Ellentétben áll a szentírással, a szent hagyományjal és a katolikus egyház tanítóhivatalával. Az ördög létezik és körüljár. Perverz, de magasrendű intelligencia kutatja, hogyan árthat nekünk Isten elleni vad gyűlöletében. A figyelmeztető táblákat ki kell tenni. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy féljünk. Éppen azért nem kell félnünk, mert tudjuk, honnan fenyeget a veszély. Részemről semmiféle félelmet nem érzek, amikor az ellenség szándékait leleplezni törekszem. Jézus Krisztus, amikor meghalt a kereszten és dicsőségben föltámat, legyőzte a sátánt. A János Evangélium 16. fejezetének. 11. versében olvassuk, ennek a világnak a fejedelme megítéltetett. Ha Jézus neve van szívünkben és ajkunkon, mi a győztes oldalon állunk. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és korpiókon járjatok, mondja Jézus a Lukács evangélium 10. fejezetének 19. versében. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, s minden ellenséges hatalmon, és semmi sem fog ártani nektek. Nincs okunk rettegni a gonosztól. Taposunk rajta!